Szeretettel köszöntök mindenkit! A mai témánk Krisztus temetése és feltámadása. Talán van, aki emlékszik még rám, noha jóval ezelőtt volt, hogy a messiási proféciákkal foglalkoztunk. És Ézsaiás könyve 53. fejezetében, ebben a, a nevezetes, szenvedő messiásról szóló proféciában van, van egy ilyen mondat, hogy gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott kínos halál után. Ez egy rendkívül tömör, de nagyon figyelemre méltó profécia. Lapozzunk egy pillanatra János evangéliumához, és János evangéliumából szeretném olvasni a 19. fejezetben a 38. verstől. Tehát János evangélium a 19. fejezetében a 38. verstől olvasom. Tehát, ugye Jézus délután három óra körül halt meg a kereszten, ugye ezt a szentírásból egyértelműen kiderül, azt még talán szintén megemlítem, ami az ezt megelőző ige szakaszban van, hogy a 31. versben olvassuk, ugyanebben a fejezetben, a zsidók pedig, hogy a testek szombaton át a keresztfán ne maradjanak, miután péntek volt, és annak a szombatnak napja nagy nap volt. Ez ugye arra utal, hogy egyben a kovásztalan kenyerek els ünnepinek az első napja volt. Kérték Pilátust, hogy törjék meg azoknak lábszárait, és vegyék le őket. Hát kegyetlen dolog ez, de ez volt a szokás, hogy ugye mivel a keresztre feszítettek sokáig szenvedtek, és ritkaság volt, hogy, hogy valaki órák alatt meghal, ha sietetni akarták a keresztre feszítettek halálát, akkor eltörték a lábszár csontjukat, ami ugye tulajdonképpen gondoljuk meg, még kevésbé volt a testnek tartása, és akkor megfulladt rövid pár percen belül. És azt olvassuk, hogy eljöttek a, a vitézek, és megtörték az elsőnek lábszárait, és a másokét is, aki ővele együtt feszítetett meg. Mikor pedig Jézushoz értek, látták, hogy ő már halott, nem törték meg az ő lábszárait hanem egy a vitézek közül dárdával döfte meg az ő oldalát, és azonnal vér és víz jött ki abból. És aztán János Apostol önmagáról mondja, és aki látta, ezek szerint ő ott volt, bizonyságot tett, és igaz az ő tanúbizonysága, és tudja, hogy ő igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert azért lettek ezek, hogy beteljesedjék az írás az ő csontja, meg ne törettessék. Ugye egy katona, mint egy biztonságért, ugye látták, hogy már meghalt, de megdöfte az oldalát, és ez egy ilyen egész különös élettani jelenség. Sokan azzal hozzák összefüggésbe, hogy tulajdonképpen a lelki szenvedések olyan nagyok voltak, hogy ez okozta a halálát, és valahogy ez jutott kifejezése ebben, hogy vér és víz jött ki, és mire utal az, hogy beteljesedjék az írás? Ugye a Páska bárányoknak a megáldozása, ez egy előképe volt a Krisztus helyettes áldozatának. Ezt a, az egyiptomi fogságból való szabadulás éjszakáján volt először a Páska bárány áldozat, és volt egy ilyen előírás, hogy nem szabad a Páska bárány csontját megtörni. És ilyen kis apró mozzanat ez is, egy nagyon apró mozzanat, ugye emlékszünk már találkoztunk ilyenekkel, de mégis a jóisten előre kijelentette, hogy mint egy abszolút azonosító jel legyen arra, hogy Jézus a messiás. És azután így olvassuk a 38. verstől. Ezek után pedig kérte Pilátust az Arimatia József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt, hogy levehesse Jézus testét. És megengedte Pilátus elment azért, és levette Jézus testét. Eljött pedig Nikodémus is, aki éjszaka ment először Jézushoz, hozván Mirhából és alóéból való kenetet, mint egy száz fontot. Vették azért Jézus testét, és begöngyölítették a szlepedőkbe, illatos szerekkel együtt, amint a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítetett, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. A zsidók péntekje miatt azért, mivel hogy az a sír közel volt, abba helyeztették Jézust. Tehát milyen különösen teljesedett az ószövetségi Jövendőrés, hogy gonoszok közt adtak sírt néki, és gazdagok mellé jutott kínos halál után. Ugyanis a bűnözőként keresztrefeszítéssel kivégzetteknél a büntetés része volt, hogy nem adták ki a családnak vagy senkinek a holttestet, hanem hát mindenféle tisztesség nélkül elföldelték a testet. És Jézussal is ez történt volna, ugye, mert ez volt a szokás jog. De milyen érdekes, hogy két fő ember és mindegyikről azt olvassuk, hogy csak titokban volt Jézus tanítványa idáig. Ugye az egyik Nikodémus, akire már emlékszünk, ugye, hogy még Jézus szolgálata elején éjszaka kereste meg őt, és utána az evangéliumokban olvassuk, hogy egyszer óvatosan felszólalt Jézus mellett, de aztán a későbbiekben hátra vonult, soha se vallotta magát nyílt a Jézus tanítványának, nem csatlakozott Jézus tanítványaihoz. A másik, Arimatea József, itt olvassunk először róla, itt csak ennyi megjegyzés mondta, hogy Jézus tanítványa volt, de csak titokban a zsidóktól való félelem miatt. És most azért nézzük meg ezt az egészen különös fordulatot, hogy akik eddig félénkek voltak, és most volt a legveszélyesebb Jézus tanítványához csatlakozni. Ugye ők a Sanhedrinnek a tagjai voltak, mind a ketten, tehát ugye mondja is, hogy főemberek, és a Sanhedrin is elítélte Jézust, mint Isten káromlód, a római helytartó kimondta az ítéletet, mint a római birodalom ellen lázító ellen, és most, amikor ez ennyire veszélyes volt, mégis az történt, hogy, hogy ezek a, az egykori rejtett tanítványok most nyíltan a színre léptek. Hát más valaki be sem mehetett volna a római helytartóhoz. Tehát Jézus tanítványai hiába fájlalták azt, hogy ha mesterüket tisztesség nélkül a földbe tegyék, nekik semmi lehetőségük nem volt ahhoz, hogy egy római helytartóhoz bemenjenek. De a Sanhedrin két tagjának erre volt lehetősége. És nem találjuk ezt csodálatosnak, hogy egy 700 évvel korábbi profécia így teljesedett, hogy két féling, de főember tanítvány pont most, mikor annyira veszélyes Jézust megvallani, most bátran előlépnek, és bemennek, és elkérik Jézus testét. És aztán azt is olvassuk itt, hogy ott volt Arimatea Józsefnek, ezt a többi evangéliumból is kiderül, egy új sírboltja. Ugye a zsidóknál az egyszerű temetés az úgy folyt, hogy a földdel egyenlően egy kőlappal fették be a sírt, és lemeszelték, de a gazdagok sírja az a sziklába vájt sír volt. És Arimatia Józsefnek volt egy ilyen sírja, ott ott szoktak egy ilyen kőpadot képezni, és arra fektették le a holtested. És azt olvassuk, hogy Arimatia József tehát elkérte Jézus testét, a sírboltját adta oda, Nikodémus pedig azt olvassuk, hogy hozott mirhából és alóiból való kenetet, mint egy száz fontot. Spurgeonnek, nem tudom, valaki ismeri ezt a neved, Spurgeon egy híres 19. századi londoni igehirdető, nagyon mélyen írtette az írást és Spurgeon, ennek van egy, egy prédikáció ezen a címen, hogy királyi temetés. Azt írja, hogy gonoszok közt adtak volna sírt néki, de végül királyi temetésben volt része, mert ez egy akkora érték volt, ez a, azért is jegyzi meg, mert hát különben mi érdekeltsége lenne, hogy János Evangélista megjegyző, mint egy száz fontot mirhából és alójéból való kenetet, és így a legnagyobb együttérzéssel és a legnagyobb tisztességgel temették el Jézust. Olvassuk más evangéliumokban, hogy némelyek a tanítványai közül asszonyok is ott voltak jelen. Na most ennek az egésznek azon kívül, hogy beteljesedett a jövendőlés, hogy gonoszok közt adtak sírtnék, és gazdagok mellé jutott, a másik jelentősége az, hogy ott egy jó néhány tanú volt, Arimatia Józsefen és Nikodémuson kívül még mások is, és a katonákon kívül, ugye, aki előzőleg megállapították, hogy Jézus meghalt, hogy kétségtelenül egy holttest volt a kezük között, és egy holttestet helyeztek el abban a sírban. Tehát itt a feltámadás szempontjából van ennek jelentősége, hogy Jézus minden kétséget kizáróan meghalt, tehát nem lehetett azt mondani, hogy tesz halott, ugye még az oldalát is megdöfték, és ugye ott kifolyta a vére, és hát egy, egy teljesen maga tehetetlen, élettelen, valóságos holttest volt az, amit hát több tanú szemelátára is részvéte mellett eltemettek. És ezek után ezen a háttéren kell szólnunk Jézus feltámadásáról. Ugye ez az apostoli hitvallásban is benne van, akik valamilyen felekezett Isten látogatják, és ismerik ezt az apostoli hitvallást. Ugye tudjuk, hogy hogy hangzik harmadnapon feltámadott. Ugye maga Jézus is előre mondta, hogy ő harmadnapon feltámad. De az azt tény, hogy nagyon sok ember a feltámadásnak a, a bibliai állításával, és a, a később a Krisztusban hívők feltámadásának az ígéretével nem tud mit kezdeni. Például a 19. században, a 40-es években működött egy német protestáns teológus, és Rudolf Bultmannnak hívták, és ő vetette be azt a gondolatot, ami sokáig körözött a keresztények köreiben, hogy hát a Krisztus feltámadását azt nem lehet történeti tényként kezelni, a Krisztus feltámadása az mitológia, az mitosz. És hát ő, ez volt az ő híres programja, hogy, hogy entmitologizírunk, vagyis hogy mitológiátlanítani kell a kereszténységet és hogy, hogy hát csak az tény, hogy üres volt a sír, de semmit nem lehet történeti tényszerűen e, tudni. És most valóban ott van az a nagy kérdés, hogy hát tényleg nagy, nagy dolog fordul-e meg azon, hogy Jézus valóban feltámadt te vagy sem? És innét 2000 év távolából, ugye, meg lehet-e azt állapítani? Szóval valaki, aki a valóságot, az igazságot szeretné tudni, meg lehet-e állapítani azt, hogy Jézus valóban feltámad? Tehát ha valaki meggyőződésre akar jutni, hol induljon el, vagy, vagy miket gondoljon végig? Erről szeretnék a továbbiakban szólni. Megemittem közben, hogy ortodoxoknál, tehát a görög keletieknél van egy husvéti szokás, nem tudom, valaki ismerje. Husvét reggelén úgy köszönnek, hogy az egyik azt mondja a másiknak, hogy feltámadt az úr és a másik meg ráfelel, valóban feltámadt. Ez egy másik kérdés, hogy igazából Jézus feltámadásáról nem csak egy évben egyszer kellene megemlékezni, de azzal együtt azt kell mondanunk, hogy, hogy szóval van ebben valami nagy igazság, hogy ez óriási dolog, hogy valóban feltámadt az Úr. De, mint mondtam, még a 20. században is földobta ezt protestáns teológus, hogy hát azért ez csak mitológia, ez nem lehet történeti tényként kezelni, és hát tegyük föl így a kérdést, valóban feltámadt az úr? Tényleg lehet ezt nyomatékkal, lelkesen és örömmel mondani, hogy valóban feltámadt. Szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon sok múlik ezen, nagyon-nagyon sok múlik, hogy Jézus valóban feltámadt -e, és ezt nem a saját szavaimmal szeretném itt elsorolni, hanem a korintusiakhoz írt első levélhez lapozzunk, tehát Pálapostól korintusiakhoz írt első leveléhez. A 15. fejezetben, tehát korintusiakhoz írt első levél, 15. fejezetet keressük meg. Pálapostól ír erről a kérdésről, ugyanis Korintusban, ez egy görög kikötőváros volt, Pálapostól alapította a gyülekezetet egy népes Jelentőség teljes keresztény gyülekezet volt az első században, de miután az apostol onnét távozott, sokféle probléma ütötte fel a fejét a keresztény közösségben. Többek között egyesek azt kezdték mondani, hogy ilyen, hogy halottak feltámadása nincsen. És most olvasom a 12. verstől. Ezt írja Pál apostol, tehát Korintusiakhoz írt első levél, 15. fejezet, 12. verstől. Ha azért a Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Tehát a korintusok nem azt tagadták, hogy Jézus feltámad, hanem az, az azban nem hittek, hogy majd egyszer lesz a, a halottak feltámadása. Ezt vonták kétségben némelyek. Különben ezen ne csodálkozzunk, mert a görög gondolkozás mód szerint, ami mindent áthatott abban az időben, Ugye a test az az anyagi, az az alacsony rendű, és van az emberben egy halhatatlan lélek ami láthatatlan, és ez magasabb rendű, és a halálban ez a lélek külön válik és tovább él. Nem tudom, valaki emlékszik -e rá, hogy amikor Pálapostól Aténben prédikált, és fölment az Arejupágusra, ami ugye egy ilyen szabad fórum volt, és hallgatták őt egészen addig, míg azt mondta, hogy majd Isten megítéli a földkerekséget egy férfi által, akit feltámasztott a halálból. És ezt mondja, azt olvassuk a Bibliában, amikor a feltámadást említette, akkor némelyek csúfolódtak, gúnyolódtak, szóval gyakorlatilag szinte kinevették az apostolt, és azt mondták, majd meghallgatunk még téged e felől. Ugyanis görög gondolkozás szerint az, hogy az alacsony rendű anyagi testbe visszatér a lélek, és hát testileg valaki feltámad, ez egy olyan teljesen balga vagy érthetetlen gondolatnak tűnt. És valószínű, hogy Korintusban is ennek a hatására némelyek elkezdték mondogatni, hát ilyen, hogy halottak feltámadása az Hát mire való volna egy testi feltámadás, mikor az a jó, hogyha a lélek kiszabadul a testnek a börtönéből, és hát magasabb rendű életet kezd. És akkor az apostol azt írja nekik, hogy ti nem vettétek észre, ha azt mondjátok, hogy nincsen halottak feltámadása? akkor logikailag ezzel együtt tagadnotok kell a Krisztus feltámadását is. Mert nézzük meg a következő verset, a 13 -at. Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott föl. Értjük az apostol logikáját? Azt mondja, ha ez abszolút lehetetlen, hogy testi feltámadás, akkor Jézusnál se lehetséges, és az igazak feltámadása sem lehetséges. Ha pedig Jézus feltámadott, akkor ez egy olyan minta, ez egy olyan precedens, hogy így mondjam, hogy akkor, akkor igenis lehetséges ilyen, hogy, hogy testestől, lelkestől, személyiség azonosságával feltámadás. Lehet, hogy valaki most azt gondolja, hogy hát miért Jézus feltámadása a nagy precedens a feltámadása, hogy egyáltalán lehetséges az ilyen, hogy feltámadás, hiszen hát Jézus is feltámasztott egyes halottakat. Összesen hármat. Az egyik volt ugye a, a Naini a másik a Jairus leánya, és a harmadik Lázár. De ezek mind ugyanabban a földi mi voltukban támadtak föl, ahogy éltek, és egy idő múlva meghaltak, mint mindenki más. De Jézus másképpen támad föl. Majd látjuk az írásban, ő egy magasabb rendű örök életre alkalmas testben támad fel, abba, olyan testben, amiben aztán a mennybe is visszatért tanítványai szemelátára. Tehát ebben az értelemben azt mondhatjuk, hogy itt Jézus feltámadása a nagy minta, ugye? És hogy azt mondja Pálapost, hogy ez a kettő össze van kötve vagy Jézus föltámadt, és akkor lesz halottak feltámadása hozzá hasonló, magasabb rendű, örök életre alkalmas testben, vagy Jézus se támad föl, és az ember számára is lehetetlen az ilyen feltámadás. És nézzük tovább. Azt mondja, ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiába való a mi prédikálásunk, és hiába való a ti hitetek is. Na még ennél egy kicsit álljunk meg, csak jegyezzük meg, milyen nagy dolgot mond az apostol? Azt mondja, ha Jézus nem támad föl, akkor hiába való a prédikálás és hiába való a hit. Majd erre a kérdésre még válaszoljunk, hogy miért. De az apostol ezt leszögezi. Ennyire nagy dolog fordul meg rajta, hogy valóban feltámadta -e az Úr. Aztán így folytatja. Sőt, az Isten hamus bizonyság tevőinek is találtatunk, mivel, hogy Isten, az Isten felül bizonyságot tettünk, hogy feltámasztotta a Krisztust, Akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Azt mondja az apostol, Pál, pál hogy akkor mi apostolok, mint hazugok vagyunk, mert mi prédikáljuk azt, hogy Jézus feltámad, de ha ti azt mondjátok, hogy nincs halottak feltámadása, akkor Jézus sem támadhatott fel, akkor mi mind hazug tanúságtevők, hamis tanúságtevők vagyunk. És utána még folytatja. Mert ha a halottak fel nem támadnak, Krisztus sem támadott föl. Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Figyeljük, mit mond az apostol? Azt mondja, hogy tehát hiába való a hit, hiába való a prédikálás, és még bűneitekben vagytok, ha Krisztus nem támadott föl. És utána így folytatja, aki Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Mintha ezzel azt mondaná az apostol, nincs viszontlátás reménysége, akkor nincsen ilyen, hogy egyszer, akiket a halál elszakított egymástól, találkozni fognak örök életre alkalmas, magasabb rendű, de a személyiség azonosságát hordozó testben, akkor akik eddig ezzel a reménységgel elaludtak, azok is elvesztek, hiába való volt a reménységük, és nem lesz viszontlátás. És utána így folytatja: Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ezzel is nagyon nagy igazságot mond ki Pálapostól, azt mondja, ha Krisztus nem győzte le a halált, és ha nem lesz az ő feltámadásához hasonlóan a benne hívők feltámadása, akkor az evangélium sem old meg semmit. Akkor a halál nagy problémáját, ennek a kegyetlen ellenségnek a problémáját a kereszténység sem oldja meg, a Krisztus hite sem oldja meg hiszünk Krisztusban, de csak ebben az életben reménykedünk, ez is csak ebben az életben ad valami vigaszt, de nem lesz egy új ég, egy új föld, örök élet, új testben való feltámadás, akkor ez nem igazi megoldás és nem igazi reménység. Ezeket magyarázza az apostol. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy miért mondja azt, hogy hiába való a hit, a prédikálás még bűneitekben vagytok. Most egy picit engedjük el a gondolatainkat, és képzeljük el, hogy mi lett volna, ha Jézus nem támad föl. Nagyon helyes, nagyon helyes, amit hallottunk, hogy nincs bűnbocsánat, mert megkérdezem, Krisztus miért halt meg? Magáért halt meg? Ugye, azt mondja az írás, az úr minnyájunk védkét őre vetette. A mi bűneink büntetéseként halt meg. Akkor felteszem azt a kérdést, ha, ha így van, akkor a feltámadása minek a jele? Akkor milyen esetben támadhatott fel Jézus, ha Isten ezzel együtt meghirdeti azoknak a bűnöknek a megbocsátását, amelyekért Jézus meghalt? Mert a megbocsátás teljessége az, ha Isten a halál fogságából is kiszabadít. Sokszor mi azt gondoljuk, olyan emberi módon képzeljük az Isten megbocsátását, hogy hát Isten nem haragszik a bűneink miatt. De azt mondja a Biblia, a bűn a halál. Az Isten megbocsátása akkor teljes, ha a bűn a halál törvény alól kiszabadít egy embert. És ezért mondja az apostol, hogy ha, ha Krisztus nem támadott volna föl, az azt jelenti, hogy olyan súlyosak a mi bűneink, az emberi bűnök, Isten azt nem bocsáthatja meg, nem ad semmi reménységed, hogy ezeket úgy megbocsátja, hogy a bűn a halál törvényt valaha is eltörli. De ha viszont Krisztus feltámadott, az annak a bizonysága, hogy Isten meg fogja bocsátani. Annyira megbocsátja, hogy a halál fogságából is kiszabadítja azokat, akik bíznak Krisztusban. Annak a bizonysága Krisztus feltámadása. A római levél negyedik fejezetének a 25. versében, tehát Róma 4.25-ben, ezt Pálapostól így mondja, és most egy kis hangsúlyjal fogom mondani, Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Vagyis annak a jó jeleként, hogy Isten ezeket a bűnöket megbocsátja. Aztán képzeljük el azt is, hogy még mi lett volna, ha Jézus nem támad föl. Hát kiderült volna, hogy ő mégsem esziás. Mert ugye megölték, azt történt vele, mint mindenki mással, ott marad a halálba, a tanítványok akkor gondolkozhattak volna, hogy miféle káprázatnak a az áldozatai lettek, hogy itt csodákat láttak, de hát mégiscsak egy közönséges ember ő. Végül megölték, meghalt, és vége a történetek. De azzal, hogy Jézus feltámad harmadnapon, úgy, ahogy előre megmondta tanítványainak, hogy mi fog vele történni, de harmadnapon feltámad, ezt a római levél első fejezetében, így mondja Pálapostól, hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Tehát egyértelmű lett, hogy ő, ő maga ártatlan volt, ő maga soha nem védkezett. A mi bűneinkért halt meg, a mi bűneink megbocsátásának a jeleként Isten feltámasztotta. Egyértelmű, hogy ő volt a messiás, akinek a halála csak helyettes áldozat volt. Ő maga büntelen volt, ezért nem maradhatott a sírnak a fogja. Tehát nagyon-nagyon nagy dolgok fordulnak meg Krisztus feltámadásán. De akkor most még egyszer felteszem ezt a kérdést, hogy 2000 év távolából, ha valaki most ezt, hogy így mondjam, le akarja ellenőrizni, hogy tényleg feltámadt-e Jézus, mert akkor hatalmas dolgok fordulnak meg ezen. Akkor honnét indulhat el? Hát én elsőnek azt említeném, hogy vannak itt ilyen racionális, megfontolandó dolgok, és én merem állítani, hogy, hogy mai nap is egy józanul gondolkodó tárgyilagosan gondolkodó és lelkismertes ember, aki utána néz a dolgoknak, meggyőződésre tud jutni, hogy Jézus valóban feltámadt. Az első, ami meggondolandó, hogy Jézusnak a, a, a feltámadását nagyon sok tanú hitelesítette. Nem úgy van, most nem akarok direkt párhuzamot vonni, de ugye például hallottunk a Medjugorjei Mária jelenésekről, hogy három fiatalnak megjelent, de itt nem erről van szó, itt tanuknak a sokaságáról van szó, és nem akárkikről. Ha itt ugyanitt a korintusi első levél 15. fejezetében, olvasom az 5. verstől, ahol Pálapostól precízen felsorolja, hogy Jézus ki mindenkinek jelent meg. Azt mondja is, megjelent Kéfásnak, ugye Kéfás Péternek az arám neve, tehát megjelent Péternek. Aztán a 12-nek. Aztán megjelent több, mint... 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszor pedig mindenek között nekem, mint egy, itt egy, had, javítsam a fordítást, mint egy méltatlannak, nekem is megjelent. Tudnék a Damaszkuszi úton, amikor Istenütt megszólította. Na most akkor figyeljük csak meg, hogy azt mondja, hogy hogy több mint 500 is megjelent ez a galileai találkozásra utal, amit Jézus még halál előtt mondta, mondott a tanítványoknak, hogy feltámadásom után előttetek megyek Galileába. Ugye ott volt a legtöbb tanítványa, és ott találkozott egyszerre Jézus, így mondja, több mint 500 tanítványal, akik életében ismerték őt. És azt mondja, ezek közül legtöbben mindmáig élnek, némelyek el is aludtak. A korintusiakhoz írt levelet, az első levelet Pálapostól időszámításunk szerinti 57. esztendőben írta, 57 tavaszán. Na ugye Jézus 31-ben halt meg, hát ugye 31-től 57-ig, hát ez még nagyon szépen belefér, amit ugye az apostol mond, hogy a legtöbben máig is élnek, de némelyek már elaludtak, azaz meghaltak. Na most ne gondoljuk olyan naívnak ezeket a a régi ókori embereket, hogy ugye egy, ismétlem, az ókori gondolkozás szerint, különösképpen a görög gondolkozás szerint ez egy vadonatúj és képtelenségnek ható dolog volt, hogy valaki a halálból feltámadt. Ugye valakit keresztre feszítettek, és harmadnapon feltámadt, és ő volt a megváltó. Szóval ne gondoljuk olyan naívnak az akkori embereket, hogy ezt csak úgy, hogy így mondjam, bevették. Hát nyilván. Ők is tudni akarták a valóságot, mert ez egy teljesen szokatlan és döbbenetes dolog volt, és az apostol nem írhatta le ezt felelőtlenül, majdnem azt lehetne hozzáírni, mintha azt mondta volna, aki nem hiszi, álljon utána. Mert ennyinek és ennyinek megjelent, több mint 500-nak is egyszer ebből a legtöbben ma is, is élnek, tessék, lehet a tanukat megkeresni, és, és utána nézni, hogy ez így volt. Ugyancsak ezzel kapcsolatban szeretném említeni, hogy apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében következőt olvasuk, Tehát apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében így olvasom az első fejezetben a harmadik versben az apostolokról mondja, akiknek ő az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, negyven napon át megjelent nékik, és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. Ebből azt lehet megérteni, hogy nem is örökít meg az evangélium mindent a Jézus feltámadás utáni megjelenéseivel kapcsolatban. Mert azt mondja, negyven nepen át, és még tanította is őket, és szólt az Isten országára tartozó dolgokról. János Apostol úgy is fejezi be az evangéliumát, hogy ha mindazt megírták volna, amit Jézus tett és amit tanított, akkor a világ se fogadhatná be a könyveket. Ugye mi jobbára csak arról olvasunk, hogy közvetlenül a temetése után, a halála, a kereszthalála után, a harmadnapon, hogy kiknek jelent meg. De az írás azt mondja, hogy a 40 napon át még többször megjelent a tanítványoknak, és beszélt nekik az Isten országára tartozó dolgokról. Tehát ez az egyik dolog, hogy itt nagyon sok tanú van, és nem egyszer látták Jézust, hanem 40 napon át. A következő dolog, ami meggondolandó, a 17. századi természettudósnak, gondolkodónak és hívő kereszténynek, Pászkálnak az érvelése, aki a gondolatok 801. töredékében a következőket írja. Az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, teljesen képtelen valami. Ugye itt csak szeretném megjegyezni, hogy ugye azt olvassuk Máté evangélium a végén, hogy a, a római katonák, talán ezt érdemes is egy pillanatra elolvasni, Máté evangélium a 28. fejezetet nézzük meg, és a 28. fejezet végén a következőt olvassuk, Ugye az, az asszonyok, akik először találkoztak vele, nagy örömmel futottak, hogy a többi tanítványnak mondják, hogy Jézus feltámad, és a 11. versben így olvassuk: Mi alatt ők mentek, émi az őségből, némelyek bemenvén a városba, megjelentettek a főpapoknak mindent, amit történt. És egybegyűjtvén a vénekkel, egybegyülekezvén a vénekkel együtt, és tanácsot tartván sok pénzt adtak a vitézeknek, ezt mondván. Mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, amikor mi aludtunk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentenk titeket a bajból. Azok pedig fölvévén a pénzt úgy cselekedtek, amint megtanították őket, és elterjedt ez a hír a zsidók között minden mai napig. Nem megrázó ez? Még ugye Jézus halála, visszaemlékszünk rá, hogy milyen, milyen még a természet is belerendült, és a magatartása is olyan csodálatos volt, és a természeti jelek is, hogy még a kivézőző osztagnak a parancsnoka, a római százados is azt mondta, bizony ez az ember Isten fia volt. De ezek a megáltalkodott ellensége Jézusnak, ezek a vallási vezetők, nagy tekintélyű vallási vezetők és méltóságok, még halála után is, Ugye pedig előtte elmentek a római helytartóhoz, és kérték, hogy őrizve legyen a sír, mert azt mondta ez a hitető, hogy harmadnapon feltámad. Döbbenetes, nem? Mert a lelkiismeretükben valahol tudták, hogy Jézus kicsoda, és féltek tőle, hogy tényleg feltámad. Persze az na naivság volt, hogy egy, egy, római pecsét meg a katonák őrzése megakadályozhatja a Jézusnak a feltámadását. És ugye előzőleg olvassuk, hogy, hogy a negyedik versben így olvastuk, még a 28. fejezet negyedik verséhez pillancsunk vissza. Azt mondja, amikor Isten angyala megjelent, és elhengerítette a követ a sír szájától, ugye a harmadik vers mondja, tekintete olyan volt a villámlás ruhája, fehér, mint a hó, az őrizők tőle való féltükben megrettentek, és olyanok lettek, mint a holtak. Tehát egy megrázó, egy hatalmas természet feletti élményük volt a katonáknak, és azt mondjuk, be is mentek a városba, és a papoknak mindent elmondtak. És mit csináltak? Sok pénzt adtak nekik. Nem keveset, sokat. Nagyon fontos volt nekik a dolog, hogy mondják azt, hogy a tanítványai éjjel oda, oda jöttek, amíg mi aludtunk, és ellopták Jézus testét. Na de hát, hogyha tudjuk egy katonának az őrségben elaludni, az főben járó bűn. De ezeknek a a zsidó papi fejedelmeknek még erre is volt gondjuk, azt mondták, ha a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt. Ügyesek voltak ugye a, a, szó forgatásában, és kimentünk titeket a bajból. Tehát abszolút biztosították a katonákat, akik nem tudtak a pénz csábításának ellenállni. És azért ugye milyen, hogy igyekezett sátán Jézus kortársait a zsidó népet fogságban tartani akiket elhitettek a papok Jézus életében, és szembefordítottak Jézussal, azokat még halála után, illetve feltámadása után is tovább hitették, hogy itt csak a tanítványok lopták el a testét, itt semmilyen feltámadás nem történt. Sokszor, mikor az ember erre gondol, hogy aztán a zsidóság körében nemzedékről nemzedékre milyen ellenszenv milyen elzárkózás van Krisztus személyével szemben, akkor azt gondolja az ember, ezeknek a papi fejedelmeknek a bűne bizonyos értelemben még a mai napig is hat. Pedig a római katonáknak a tanúságtevése az óriási jelentőségű volt. Na, de visszatérve Pászkálhoz, tehát ugye Pászkál ezért írja azt, hogy az a feltevés, hogy az apostolok csalók voltak, vagyis hogy hazugul mondták azt, hogy Jézus feltámad, teljesen képtelen valami. Gondoljuk csak, -e, csak végig. Képzeljük el, ez a 12 ember összegyűl Jézus Krisztus halála után, és összebeszél, hogy azt fogja állítani, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ezzel minden lehetőséget kihívnak maguk ellen. Az emberek szíve különös módon hajlik az álhatatlanságra, a megingásra, az ígéretek, az előnyök csábítására. Elégséges, hogy csak egyikük is megtagadja a fogadalmát e csábításoknak engedve, vagy ami ennél is könnyebben megy, a börtön, a kínzás és a halál szorításában, akkor minnyáján elvesztek, gondoljuk csak ezt végig. Az apostolokat becsapták, vagy ők maguk csalnak, mindegyik lehetőség nehézségbe ütközik, mert lehetetlen valakiről azt vélni, hogy feltámadt. Amíg velük volt, Jézus Krisztus erőt önthetett szívükbe, de ha utána nem jelent meg nekik, kibírta őket cselekvésre. Tehát azt mondja, azt mondja Pascal, hogy, hogy hát ez képtenség, hogy ők összebeszéltek, hogy egy hazugságot fenntartanak, és azt mondja, mi magyarázza azt, hogy ugyanezek az apostolok meghalni is készek voltak Jézus nevéért. Egy csalás fedezésére nem fog meghalni senki sem. Ha azért már az életét nem adja azért, hogy egy csalást fedezzen. És azt mondja, a másik nagyon fontos érv, azt mondja, hogy, hogy hát mélyen csüggettek voltak Jézus halála nyomán. És mi adott nekik akkora erőt, hogy egy emberőtő alatt az egész római birodalmat bejárták a Krisztus Evangéliumával szinte, és hogy hihetetlen sebességgel terjedt a Krisztus Evangéliuma. Pedig viseltek közben üldözéseket, kimondhatatlan nehézségeket, apostolok közül jó néhányan mártírhalált haltak. Szóval erre nincsen más magyarázat, mint hogy egy olyan tapasztalásuk volt, amiről nem lehetett hallgatni. Ami, amit az életük árán is képviselni kellett, amiről tanúskodni kellett, amiben semmi nem tudta őket megtorpanásra bírni. És olyan erő volt a bizonyságtevésükben, és olyan hitelesség, hogy az a görög-római világ, amely olyan távol volt Krisztus Evangéliumától, abban tömegesen lettek az emberek keresztények, és, és mindenütt egy évszázad alatt, mai útviszonyok nélkül, irodalom nélkül, jogbiztonság nélkül. Egy emberöltő alatt elterjedt a Krisztusról szóló bizonyságtevés. És még utoljára szeretnék egy harmadik dologra is rámutatni, és ez a harmadik dolog, amire rámutatnék, hogy az evangéliumokban feljegyzett tudósítások Jézus feltámadásának a körülményeiről hihetetlenül életszerűek. Egy-kettőt meg fogunk nézni ezek közül, és én szeretném. Mindenkit, mindenkit arra biztatni, hogy magában tegye fel a kérdést, hogy lehetséges-e, hogy ezeket a nagyon életszerű történeteket csak úgy kitalálták. Szóval ez tényleg a józa racionalitásnak a kérdése, hogy, hogy, ezt megítéljük. Nos, tehát az első ige szakasz, amit szeretnék olvasni, az János Evangélium a 20. fejezetében az első nyolc vers. És két dologra fölhívnám a figyelmet itt Jézus feltámadásával kapcsolatban. Figyeljük meg majd ezt a beszámolókban. Két dolog mindig ismétlődik. Sőt, három dolog. Az egyik dolog az, hogy, hogy nem akarták elhinni. Tehát nem arról van szó, hogy hiszékeny emberek voltak, vagy bebeszéltek maguknak, hanem hozzánk hasonló húsvér, a természet feletti dolgokban könnyen hitetlenkedő emberek voltak, és a végsőkig, hogy így mondjam, a végsőkig nem akarták elhinni, hogy az úr valóban feltámad. A második, amit figyeljünk meg, hogy mindenki félt. Mint ahogy mi is, ha valami nyilvánvalóan természet fölöttivel találkozunk, akkor egy borzongás vagy félelem fog el bennünket, egy megrendültség. A harmadik dolog, amit figyeljünk meg, hogy ahogyan érkeztek a hírek Jézus feltámadásáról, mindenki futott. Tehát, hogy így mondjam, annyira életszerű éles ahogyan leírják az evangéliumok ezeket a történeteket, hogy ez úgy megérinti az embert. Na, János evangélium a 20. fejezetéből olvasom az első ilyen szakasz. János evangélium a 20. fejezetében így olvasom az első verstől. A hét első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes volt, ez is ugye mutatja, hogy milyen fontos volt, hogy ugye azt mondja a Biblia, hogy Szombaton nyugodtak a parancsolat szerint, de még az asszonyok is ki akarták fejezni a meghalt Jézus iránti tiszteletüket is, és ez mutatja, hogy az iránta való szeretetük és tiszteletük nem változott, akkor is, ha nem értették, hogy hogy lehetséges, hogy, meg, hogy azt tették vele, amit akartak, és meghalt, és még ők is illatszereket vittek oda, és még, még el akarták végezni ezt a szertartást. Mondja is a Biblia, hogy hogy hát maguk között azon tanakodtak, hogy ugyan kihengeríti el a követ, mert ahhoz nekik nem lesz elég, elég erejük. Tehát ennyire korán reggel, azt már még sötétes volt, már Mária Magdaléna ment a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a sírról. És nem is ment tovább, tovább hanem rémületében és döbbenetében, hogy itt valami történt, el van hengerítve a kő. Azt olvassuk, futott azért, ima futás, Futott azért, és ment Simon Péterhez, és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeret, ki ez? János, ugye mindenki tudja, az evangélium írója. És mondta néki, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Ugye ez is milyen életszerű reakció, hogy csak arra tudtak gondolni, itt valami az ellenségei, még valamit még mindig tettek, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. És így olvassuk, Kiment azért Péter, és a másik tanítvány is mentek a sírhoz. Együtt futottak pedig mindketten. Nem ezt csináltuk volna a helyükben? Ha egy ilyen hírt hallunk, akkor lélek szakadva elkezdünk futni a helyszínre. És így olvassuk, de a másik tanítvány hamar megelőzte Pétert, és előbb a sírhoz. És lehajolván látta, hogy ott vannak a lepedők, mindazonáltal nem ment be. Megjött azután Simon Péter is nyomban utána, és bement a sírba, és látta, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, vagyis a kendő, amely az ő fején volt, nem együtt van a lepedőkkel, hanem külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor aztán bement a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és látott és hitt. Mert nem tudják még az írást, hogy fel kell támadni a halálból. Tehát mit ír János itt megvallja, hogy ő volt a legelső, aki hit abban, hogy az úr feltámadt. És mire fölhitt? Ugye azt írja, hogy futva mentek, ő megelőzte Péter, de amíg Péter oda nem ért, addig ő nem ment be a sírba. De aztán Péter bement, ő is bement, és látták, hogy ott vannak a lepedők egy helyen, és a kendő, amivel a feje volt bekötve, az külön összegöngyölítve egy helyen. Akkor mit gondolunk, hogy mitől hit Péter? Kitalálja ki találja ki? De még azon belül, különösen mi? Mi lehetett az, ami azt mondja, hogy János, hogy az összes többi megal a tanítvány megelőzve a szívében rögtön biztos volt benne, hogy az Úr feltámadt. Másról nem lehet szó. Hát hogy össze voltak hajtogatva. Hát most mindenki gondoljon arra, hogyha mondjuk itt, itt valami hullarablók vagy ellenségek vannak, hát azok nem fogják összehajtogatni. Ezen kívül úgy valahogy arra is gondolatunk, hogy ők hát együtt, együtt, jártak Jézussal három és fél évig, ismerték az életszokásait. És én megvallom, hogy sokszor, mikor gyerekeknek tartok ilyen hirdetést, előveszem ezt a történetet, hogy Jézus még ebben is példát adott, mert tudjuk, hogy a gyerekek nehezen rakják össze a ruháikat este, mikor lefekszenek, vagy, vagy, a, vagy, a, játékaikat. De lám, a tanítványok így ismerték az urat, hogy ő rá jellemző ez a rendszeretet, és és egyáltalán, hogy amikor ott meglátsz összehajtogatva a lepedőket, meg, meg külön mellette a kendőt, amivel a feje volt bekötve, összegöngyölítve azt is gondosan, akkor azt mondja az ember, hogy itt nem elraboltak valakit, hanem itt innét méltósággal távozott valaki feltámadottan, akinek még arra is gondja volt, hogy ezeket összehajtogassa maga után. És azt mondja János, ő azonnal hitte, ő azonnal biztos volt vele benne, hogy ennek csak egy magyarázata lehet, hogy az úr feltámadt, és a rá jellemző rend szeretettel még ezt a sírt is rendbe hagyta maga után, amikor, amikor innét távozott. Nézzünk egy, nézzünk egy másik ilyen történetet, nem leszek most már hosszú, de még ezt nézzük meg. Márk evangéliuma 16. fejezetét keressük meg. És így olvasom Márk evangélium a 16. fejezetében. Azt olvassuk, hogy a feltámadás napján este együtt vannak a tanítványok. Ugye a, a 9. verstől fogom olvasni, és a következőket találjuk itt. Mikor pedig reggel a hét első napján feltámadott, megjelent először Mária Magdalénának, akiből hét ördögöt űzött ki. Ez elmenvén megjelentette azoknak, akik vele voltak, és keseregtek és sírtak. Tehát kétségbe voltak esve. Nem tudták feldolgozni a történteket. Azok pedig, mikor hallották, hogy él, és ő látta, nem hitték. Ezután pedig közülük kettőnek jelent meg más alakban útközben, mikor a mezőre mentek, ezek voltak azok az Emmauszi tanítványok, ezek is elmenvén megjelentették a többieknek, ezeknek sem hittek. Tehát megkérdezem, hiszékenyek voltak ezek a tanítványok, a, a, képzelődőek voltak, de hogy olyan racionális emberek, mint mi, azt mondták, ez ez nem létezik. Körülbelül úgy, ahogy az ember szokott reagálni, mikor természetfeletti dolgokról kap hírt. Azután, mikor az asztalnál ültek, tehát mindezek után, hogy egyiknek se hittek, másiknak se hittek, az asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és kemény szívűségeket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. Megkérdezem, jogos volt, hogy Jézus a kemény szívűségüket és a hitetlenségüket szemükre hányta? Hát mit mondott ő nem egyszer, háromszor is még a halála előtt, hogy ő megölik, sokat kell szenvedni papoktól, vénektől megölik, de harmad napon feltámad. És látjátok, ennek ellenére annyira hihetetlen volt, hogy valaki feltámadt a halálból, és hogy az úr feltámadt harmadik napon, és hogy megjelent ennek és annak, hogy ők nem állt össze a gondolat, ami nem kapcsolódott össze. János volt a kivétel, aki arra az egy mozzanatra ő rögtön hitte, hogy az úr feltámadt. De a többiek nem. És az úr joggal mondhatta, hogy kemény szívűek és hitetlenek, hiszen hát kézzel fogható a beteljesedés, Ő előre megmondta, hogy így kell lenni, és így is lesz. És ezután nézzük meg, míg Lukács evangélium a 24. fejezetében még egy harmadik beszámolót, Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvasom. Így olvasom a 24. fejezetben, a 33. verstől, illetve bocsánat, elég lesz, ha csak a 36-tól. A 33. verse csak annyiban utalnék, hogy ugye ott olvassuk, azt, hogy az Emmauszi tanítványok, ez is nagyon érdekes, ezek is futva mentek vissza körülbelül 11 kilométert, ugye Emmaus ilyen távolságra van Jeruzsálemtől, futva mentek vissza, hogy Jézus tanítványainak hírt adjanak, és a 35. vers mondja, hogy hogy ezek is elbeszélték, mi történt ez úton, miképpen ismerték meg őt a kenyér megszegéséről, a jellegzetes mozdulatáról, áldásmondásáról. 36. mikor pedig ezeket beszélték, megállt maga Jézus ő közöttük, és mondta nékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig és félvén azt hitték, hogy valami lelket látnak. Tehát nem tudták komolyan venni, hogy a valóság, hogy az úr feltámad. Tehát nem a hiszékenyek voltak, és meg is ijedtek. Azt hiszik, kísértetet látnak más szóval, ugye, így mondanánk. Ő pedig mondta nékik, miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások. Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, és lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok nékem van. És ezeket mondván megmutatta nékik kezeit és lábait. Mikor pedig nem hitték az öröm miatt, még most már örülnek, de még mindig nem merik hinni, csodálkoztak, mondta nékik, van itt valami enni valótok? Tehát Jézus látja, hogy egyszerűen nem tudja őket rádöbbenteni arra, hogy ez valóság, és akkor végül úgy próbál segíteni rajtuk, hogy azt mondja, hogy van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat és valami lépes mézet, amit elvett és előttük evett. Gondolják, hogy éhes volt azért, mert már úgy látta, hogy nem tudja másképp meggyőzni őket, hogy, hogy húsvér test valóságában ott van közöttük feltámadott. És mondta nékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltak, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban én felülem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásukat. És mondta nékik, így van megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden nép között Jeruzsálemtől elkezdve, ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Tehát mi koronázta be azt, hogy Jézus meggyőzi őket, hogy ő valóban feltámadt? Hogy elkezdte Mózes könyveitől, a profétái írásokon át, a zsoltárokon keresztül, és végig rámutatott a sok-sok ószövetségi kijelentésre. Ugye például a zsoltárokban van egy ilyen, Dávid mondja ezer évvel Jézus előtt, hogy hogy nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy a te szented lásson. Ezeket és sok minden mást tárt eléjük Jézus, és azt mondta, hogy most így volt megírva, így kellett szenvedni a Krisztusnak, feltámadni a halálból harmadnapon, most pedig ti lesztek az én tanúim, akik prédikálni fogtuk erről minden nép között. És a mai alkalom befejezéseként már csak arra, arról szeretnék röviden szólni, hogy az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében olvasjuk, hogy miután Jézus 40 napon át, ahogy az előbb idéztük, megjelent és még sok minden tanítást a lelkükre kötött, ezért is bámulunk azon, hogy a csetlők, botlók voltak ezek a tanítványok, még Jézus életében sokszor félreértettek valamit máskor. Az volt a probléma, hogy ki a nagyobb, de Jézus feltámadása után teljesen megváltoztak. Hihetetlen világossággal, következetességgel magyarázták az írásukat, óriási volt a bátorságuk, semmi nem tudta őket megfélemlíteni, és ékes szólóvá váltak, amely természetesen a Szentlélek kiárasztása is nagyon fontos szerepet játszott. De az apostolok cselekedetei első fejezetéből azt szeretném felolvasni, hogy ezután a 40 nap után Jézus a következőket mondta tanítványainak. Így olvasom a nyolcadik versben. Vesztek erőt, minek utána szentélek szent élek eljöreátok, és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Samáriában, és a föld végső határáig. És mikor ezeket mondta, az ő láttukra felemeltetett, és felhő fogta előtt szemeik elől és amint szemüket az égre függesztették, mikor ő elment, íme két férfi álltott mellettük fehér ruhában, akik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állatok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, a képpen jön el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Nem tudom, érzékeljük-e, milyen jelentősége van ennek. Jézus kivezette tanítványait az olajfák hegyére a 40 nap elteltével, még egyszer lelkükre kötötte a nagy megbizatást, ugye a pontos menetrendet megmondta Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáig, legyenek az ő tanúi, és azt mondjuk, miközben beszélt, már felhő fogta őt körül, ugye tudjuk, ez mindig az Isten jelenlétének a szimbóluma, a megdicsőlés hegyén is felhőben jelent, meg Mózes és Illés is felhőben vitetett fel, Ugye, hogy ez miféle felhő volt, nyilván nem olyan eső felhő, mint amiket mi ismerünk, de felhőnek tudják leírni, és azt mondja, és szemük láttára, azt mondja, az ő láttukra felemelteték, aztán a felhők elrejtették a szemük elől. Ugye ez a tanítványoknak hallatlan bizonyság volt, Jézus onnét jött, és most oda tér vissza. De van ebben még egy érdekes dolog. Ugye Jézus olyan módon támad föl, erre külön nem tértünk ki, csak utaltunk röviden, hogy például az Emmauszi tanítványok is megismerték a jellegzetes mozdulatáról, ahogy megáldotta a kenyeret, de hát ő volt az arcvonásai, a mozdulatai, tehát ő volt, de egy magasabb rendű, egy örök életre alkalmas testben. És akkor azt jelenti, hogy ebben az emberi természetében tért vissza a mennybe. Tehát ezzel az ige azt mondja, hogy Jézus örökre viselni fogja azt az emberi külsejét, azt az emberi természetét, amivel az ő isteni természetét egyesítette, amikor a Földre jött. Megkérdezem, mekkora biztosíték ez, hogy Jézus soha nem feledkezik el az elveszett emberiségről, és hogy az emberi mi volt az örökkévalóságra megőrzi. Ő Isten ember marad az örökkévalóságra. Hogy ezzel, mint egy Isten zálogát adja annak, hogy mennyire fontos neki az emberek, az emberiségnek a megmentése. És amikor a tanítványok csak néznek Jézus után, nyilván megrendülten, akkor azt olvassuk, hogy két angyal áll, meg nyilván az angyalokról, után, hogy fehér ruhában, és ennyit mondanak nekik, hogy mit álltok itt nézve a mennybe? Az a Jézus, aki felvitették tőletek, aképpen jön el, ahogy láttátok elmenni. Ugye emlékszünk, hogy Jézus a kihallgatásakor mondta is, majd meglátjátok az emberfiát eljönni az égfelhőiben hatalommal és dicsőséggel. És akkor milyen érdekes, ugye, hogyha igaz az, hogy Jézus feltámad. Ha, ha, ha meggyőznek ezek a bibliai tények arról, hogy Jézus valóban feltámad, akkor ugyanilyen igaz lesz az, amit az angyalok mondtak, hogy ő vissza fog térni úgy, ahogy látták elmenni. Emberfiaként és Isten fiaként, hogy az övéit megmentse úgy, ahogy a tanítványoknak mondta, elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, ismét eljövök, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És ugye az még egy külön téma, hogy aztán a megváltottak végső otthona az újjáteremtett Föld, mert Jézus majd még egyszer lejön a Földre, egy bizonyos ezer év elteltével a Biblia szerint újjáteremti a Földet, és akkor teljesedik be az a szava, amit így mondott, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a Földet. De hát most eddig tudtuk venni, és én úgy gondolom, hogy a Bibliának ez egy nagyon fontos és nagyon, nagyon felemelő része, a bizonyságtevés, a Jézus feltámadásáról és annak a jelentőségéről.